Én elmentem vizitába, túrót adtak néked. Hazamentem, lefeküdtem, szinte megdöglöttem. Hey, Jula, Julcsa, a hátulja puska, az eleje langalik, szája jamuzsika. Hey, Jula, Julcsa, a hátulja puska, az eleje langalik, szája jamuzsika. Megint jól áll, mena bora! Addig tölti mindenütt az idő. Ne mány az idős, még haza nem. Lájössz, Szami. Jól van, hé. Nem baj, legalább addig es nem idáv esi. Én ülök le, énekelek, s küpülök. Ne, Istenem, milyen hangom volt valamikor, mint a pacsírtak. Hát, na az üdő. Az a vénmocsok és annyit zsémbe, annyit molyol velem, hogy ez az egy boldogságom maradt. Kell egy átigyök. Hál' Istennek még a gyomrom bírja. Felkerüsztem a töltsem, mázes fogy ki, hé! Hé, édes jó Istenem! Nem tudom, életem én keresztül, hogy tudtam átűrni ezt a sok zsember és mocskolást, hogy? Jó, de azt neki nem lehet mondani, mert annyit hősködik, így bírja magát, úgy bírja magát, mindjárt az ágyba sem felmászni, nem úgy egyebet csinálni. Hé, vén mocsok! S ne 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 Édes jó Istenem, ha valaki meghajolta, és Bélius meglalsolta, mit csinálsz, küpülsénekész? Küpülsénekész. Hol voltál, az itt áll valahol meghalszim ma. Tá, jobb az hajskod, hogy béfogod. És abba jár, hogy valami ennivalót szerej, önélyes vagy a csillagot látok. Fasz az élelmet búslót, és a belemet. A belemet búslót. Élet egy bányit tudtál. Jó, Márika. Jó. És hát egész nap mit csináltál, tá? Küpültem. Mi? Küpültél? Igen. Igen, kapottattél. Igen, én nem te vagyok egyáltalán. És bárki mi állján vagy te. És aztán megmondtam a villajkörtét, cserél ki, már nem látok ennél jól. Gyenge. Gyenge. Néhány óra, mikor jössz haza? Mikor érkezel? Édes drága jó Isten. Szóval gyenge. És fél homályba főzni nem lehet, mi? Nem, setétben mi a szemed világát főzzek. Tudod-e mit? Józsika már boldog ember, már nincs ki molyója, s... Stájs egyedül kéne marad. Stájs! Fúgyaj most! Stájs! Aztán tudod-e még mi a másik? A szégyenvel mindenütt öletsz meg. Mely? Én nem voltam ott bár. Nem. Én hajj boltba bémek, ott kacognak engemet. Nem akarod egy szeket a cida. Ne! Hát mikor a bukszalat keresem, bárj kell nyúlni, bárj kell a fejemet tegyem. Csak nem a neccával baj, rám a karjaidon már rövidek. Rövidek a karjaid? Igen. És hát bárjék én egy tódja, vagy nem lenne jobb egy kussább neszta. Abba kicsi és sok esár fér, vénkó. Hol az eszed? Ott áll Mári, nem ott áll. Ott a rogdál, ne. Vigyázz, egy rogbilda szakítják. Rogbilda, rogdál legalább, hogy csinálj. Bekarult haza jöjjön, hé. Ne. Küpüls ének. Ezt a hardot sütteted. Igen, bizony, már fázok idában, nem raktál a tűzre. Hát te voltál itthon. Nekem ez dolgom volt. Égő, már égő, nem, már úgy kezdzel várom, hogy ne hol van, már nem. Na. Hányos hoztál? Hányos, 65-es, így ma legyen, ami az óra a takárja. Hányos, mit csinálsz? Na most nem tegyük fel. Nem, ahogy nem, megnézem. János, ha? Mi van-e? Az Jurás! Jurás a szemed világ. Mit kókóz?
Azt az anyja úriskolája. Harik, hallottam a másik fárgyű. Ott is van. Menj állná, kókó. Meg az üres dobozt megvette. Hát ilyen boltra fel volt téve, vagy kivette, és úgy visszatette. Tiszta támpó volt csinálod. Tiszta támpó. Menj állná. Ó, ebbára megzavarodt. Tudod, mit? Én vettem végül, hogy engem nem érdekel. Hát ebbá úgy. Nem érdekel. Én egyszer vettem, hogy többet már visz. Amit akkor, azt csinálsz. Viszontlátás. Na nézd, tudod. Egy napi teje arra ide megint. Na, tedd lesz, hogy dítsd nál. Olyan pálinka szag van, hé. Tá, helyába sírűszál. Mi van, no? Mi van, e? Olyan pálinka szag van, Mári, hogy megint a pálinka az ezelőttal. Igen, no? Igen, no? Szíva pálinka szagot érzek. Fújtsak ide a szemben! Fúhatok! Mi a harcos most? A fókusomat kellett megörlögessem a szájban, lássam, eszi le! Úgy! Barátom, az én drága szívapálinkával nem blögeted a fókust! Na tudod mit? Én megfogom a szájpadnak, én úgy kivátem, hát, ahogy hogy a hóból te rám kapod meg. Szívapálinka a sebet összehúzod, rám tudtad, Rinkó. Én a sebet úgy összehúzom, hogy többet nem nyílik ki. Nem. Te ügyálgás! Megmondtam, hogy a szüneget ne tarítsam, a lábom húzom össze. Amált fel a lábadod, ne? Amált fel, amált hát én. Haddál, Marika, már! Búrj meg, mit recsegtetsz, no mik? Zakatúsz. Mit recsegtetek? Mit érdekel tégedet? Mit recsegtetek? Voltam az állatorvosnál, és csak te neked az ilyen... nem számít. Jól tesz, jó. Hát jó, te nem hallod a tehenünk, hogy folyik-e? Valami gyógyszert adott a doktor. Szegény bácsik, ebbe valami olyan állenne. Új, no. Kázi jósolni, no. Kázi jósolni, ilyenkor jönnek aztán a bajuk. Te magyarázat a pistikon már még ez a tán így volt, áll és még. Az itt a ménk nem kell megdögöljön, ma. Na. Na. Rogdázz neked a neccekit aztán. Aj, meg már mocskot hoztál, de hogy bejöttél. Na, kezd utalanom se fregászom. Ebérjem ezt. Ide figyelni. A surcomot add idánál, végre tehennek tőtsem. Ha nem értesz magyarul. Surcomot, azt is meg kellett volna mossam. És miért nem mosod meg nekem, miért te használ, hogy meg kellett volna mossam? Azért már aki akkor kéred állni, akkor akarom megmosni, az. Tiszta a fos. Fos. Ne, hogy nesz ki. Örvándék. No. Kösd még, mert nem ír hátra a kezem. Há, minnyá én sájérek már keresztül, úgy meg vagy hízva. Jó, jó. Ugyanis a balig búsul, jó? A vénám fáj az ét. Kösd meg jól, már lépek rá az esikorrok. Na. No. Megköttad én? Meg, no, megköttem, mondj ná. Pácán hol van. Jaj, de jó Isten. Á, poros, ne se fregás, na hova. Ez a két holcsom. Holcsom. Nem tudom, kicsit le bizony sem, miféle, hogy én. Doktor is vagy mit adott. Hallod én? Mi jó, no? Mondom, ki kell megyek a tánnak töltsám, bé. Ej, no, annyit ne jelents minden, bé, no. Meg kéne kóstolt a tánnak, ne valami baja legyen. Ha nem szégyenlede volt a magadott hely. Nem szégyenlede volt a magadott hely. Takarodj innál, kis egy jön. Megvalósultál, Mári, ha? Megzavarodtál. Fogd meg, koma, fogd meg. Engedjál, koma. Fogd meg. Menj el, ki oda, ne. Menj el, kinnál, szégyenlede. Hadd a szégyenvel öleszmette. Szárusz, na, mivel elnézést így fogadunk. Isten áldjon meg. Szárusz. Ha ugyan bizony. Jó. Hát a csudalom abba állva meg kell lőni. Hát ölhat. A komám, hogy én veszem észre a kalap a Mári fai bakári. Tudó. Ide hazani. Hallod-e? A zsidó, hogy mondta volt, a kárák forog. Kárák forog. Csak az a baj, arra forog. Na hadd áll, Márika, mert megkérdezem, mert hadd egy komám a 80-asztán dőt, s a seprő a hátamra kerüljön. Na hadd áll! Hát arra kíváncsi vagyok, hogy mi történts, hogy történts. Gyere, ülj le, no. Ma! Ne haragudj, hogy így fogadunk el. Hadd, te valaki nálunk jár, nem gondolsz? Aj, meg na megint olyan éged elémbe vagytok, hogy. Hallod, én leesülnék, csak az újos le kéne húzd rólam. Úgy fel vagyok ötözve, így nem tudok leülni. Örök ki az van, hogy. Már kezdtessenek, mikor leülsz. Éj, hát egy újososon, hogy üljek le, no? Jól van, no. Hogy tudjak leülni? Örökké megmondtam,
hogy amikor jössz, akkor hozod a kazaden, most tennéd le a szék karjára, vagy a pad karjára. Hozzom a kazán! Hozzom hát a akkor kazán. Az mit melegít, komolyan, a karom nekem nem fázik, nekem a hátom fázik. Jól van, na minden! Hát ezért nem egy olyan nagy dolog egy újos lehúzni, na olyan. Na küfülj, te nem ez működ. Jó melegben vagytok, hely oda kibíz a jó hidegben. Jó, de jó szakos vagy, ne haragudja. Már elteszem, ne. Rekké. Elteszem a pad karjára, ne. Jó. Meted rá a másikra, na ezt a mocskolódik. Na, oda. Tedd valahol. Hát ez az én újosom, mocskos. Tedd oda külön. Tegyed ott a pad karjára, ne. Na, hova. Hogy megvan a baj a gyűlvánnak is. Ide is kellett volna, ha én ülök, ugye ide tenni, ne. Oda én ülök. Ülj le, no. Na. Ülök, no. Tál már. Hallod, de koma? Mi van? Tük mit isztok ugyan, mi a tahane, vagy miféle ital? Nakaz, te is légy szíves. Nakaz, mert elegem van így már bő. Elegem. De miféle, no? Miféle? Te is látod az őszön, még az ősztől úgy fordik a tahányém. Most hol tovább jobban hordod, és egyszer bele is faj. A nélalba legtöbbször egy hágy. Értetted? A tahánnak? Igen, és az állatorvos adta. Levutam az állatorvoshoz. De miféle? Mit írja itt? Ventamoxan vagy miféle, no? Milyen ventamoxan, tatuállán való komama, ezért a tánnak a bala nem tatvás vagy milyen. Tatvás, hogy igen, no. Nem tudom ezeket az orvosi kifejezéseket megjegyezni, no. Hogy mondjam neked, ilyen fahérli, no, ilyen. Fahérli? Hát az, mi történt be a jó balinak. Hát jó, helyszé, jó. Hallod, de hagyjunk és ennek békét, hanem azt nem értem, azt magyaráz meg, hogy miért kerültétek az asztalcs, a sepű, a tahátodons. Nem értem, azt nem tudom megérteni. Mindennek kell tudja a test. Te köpülj, ne nezze engem, mert miért ültél ide? Miért? Tudod-e miért, komolyan, én elmondom miért. Indultam ki a tahánnak töltsámbé, és úgy találtam mondani, hogy mondom Marinak, na, hogy kóstolja meg, nagy a tahánnak valami baja legyen, érted? Hát az olyan tüdött rejön, és a többit látta. Mit komolyan, hogy ezt Mari kóstolja meg azt a fehér levet? Így találtam mondani, nad. Hát most a guttam ebben a helyben megüt hallod. Hát nem is csodálkozom, amit láttam, hogy ami történt. Nem is csodálkozom. Hát hallod? Te többre értékeled a tehát, mint Marit? Ó, nem értékelem én komolyan, no, csak egy nyelvbotlásom volt, hogy fejezzem ki magamot. Hát jól megbotlott. Hát megbotlott. Megbotlott. Hallod? A tahán helyet bornyúznak mást, de Mari helyet mikor bor... Vagy hogy mondjam, no? Édes jó Istenem, éppen nekem még egy ilyen ikertinó helyancik. Menj el, idáig vagyok vele is, ne, idáig ne. Egy belül állék. Ne látod-e? Nehogy mentem el Mariko, ne. Ing nélkül. Jól volt az úgy neked, jó? Hát nem vagy honos, az sincs kell gyinget adjon. Komán. Nekem csak annyi bajom lenne, én nem törődnék semmivel, csak annyi bajom lenne. De halljunk meg, na veled is milyen baj van. De ne, tane. Te nagy fejlingesen hólyarka az, koma. Miért kéne? Nem estered magad. A lilát kéne, hogy vegyek, vagy miért? Hát inkább ilyen. Miért? Miért? Hát rossz Erzsi mikor volt meg? Hát még a gyarsz nincs tejárvastán. Hát a falu mit mondta, mikor... Te mivel nem kéne, sors. Ne foglalkozz, azt mindenki maga tudja. Tudod mit, ha béna elfejezed, a seprű ma megfordul. Te ügyálgass. És így van, helyabban ezért félek, komám. Komám, ho, hogy békit ennek, s nem legeszt a gyászt. És tudod mit, más különben ma délelőtt 11 órakor a gyász lejárt. És eléges volt, értsd meg. Édes jó Isten, hát megvan zavarodva. 11 órakor lejárt. 11 órakor egy éve múlt. És nem kellett a mai napot legalább, te még kigyászolni te. De mondom, hogy a délelőtt 11 órakor lejárt, no, egy éve múlt. Mit téped fel a sebetet, vénkók? Én ma sebet béragasztom, Marja bénám fejedet. Küpű! Istenem, rossz érsz, annyit érdeme. Hozzálj a régi dolgok. Mit játszottunk együtt? Annak idej. Játszottunk. Annyiszor eszénbe jutalod, de hogy... Jó Isten! Eszedbe, nekem is eszénybe, csak nem most kellett volna eszénybe. De nekem ásonok a testvérem volt, ásonokak voltunk. És nekem feleségem. És nekem rókom. És hát a feleség miféle? A nemes rókom. Isten, ez a rókonom legyen.
Világa mén támon addig. Hát ahogy ne. Hát komolyan tábbá ájba kihozott, hogy hezzad közelebb aludt, mint hezzam. Sok esetbe igen. Rossz érts. Sokszor a szembe jut. Na mindegy. Hallod el? Mi van? Málé hozódott. Mibe is hót meg? Abban nagy feketek abba atyába. Édes jó Isten, meg van zavarodva. Komám, a mindegy, hogy a kabát megkör legyen, vagy kicsiká. Hé, hey, emlékszetek a térgi nalólét, misére együtt jártatok Márján, visszaemlékeztek, abba volt, mikor meghótna. Hé, hey, ne beszélj félre, no. Én arra értettem, hogy milyen betegségbe. Jó, hát akkor miért nem kérdezed úgy? Én nem kérdezed. Minden hozódik el is. Én is kell sírja. Milyen betegség? Hallod? A gyomra! A tányémnek és a fa! Rosszta! Na akkor két-három hónap se se lesz mélyve! Jó, Isten őrsz! Na ilyenkor kéne sírni! Ilyenkor! Jó, bársz! Hogy elkopta ez a betegség, mikor annak 4 hónapja volt, el volt mélyve! 4 hónap! Négy! Rossz érsz! Hallod-e koma? Mű milyen életet töltött tűnt a Erzsibán? Milyen? Mint a kutyas a macska. A kutyas a macska. Egy rossz szavam nem volt ez a koma? Egy rossz szavam? Csak abb volt, ne haragudjam, csak abb volt. Jó Isten. Hozzad el így most a régi dolgokat. Úgy én más különben nem azért jöttem mástár, hezzahatok, hogy itt a régi dolgokat emlegessük, hogy így érzi és úgy érzi nekem, egyáltalán bajom van, de nagy. Mi a bajod? Na nyugodjál meg! Ne, milyen bajod van? Mi? Hallod én. Én azért jöttem hezzad, hogy még most az egyszer az életben mellém kell laj. Hát melléd, én mikor nem álltam melléd, de mi betok segíteni, vagy mi a baj? Na mondja. Az egyedül lét, komam, ebbe a helyben megbolondulok egyedül. Nem bírod az egyedül lét? Komám, nincs amit csinálni, én az élet belé kell nyugunni egyedül lét. De most hallod-e? Ugye nem azért jöttél hezzel, hogy ide költözsz? Egyedül nem bírod. Na tudod-e mit? Itt mi ketten elegán vagyunk. Ide még eppáj vénám bér hiányzik. Hallod-e, nem mondom, amíg megnyugszol. 3-4 napot itt maradhatsz. De velünk nem aluszol. És aztán menj. Komám, hol? Ne érts félre a dolgot, itt nem erről van szó, hogy én azért jöttem, hogy én ide költözzek, vagy veletek halljak, vagy valami nagy. Én nem azért jöttem. Akkor én nem értem. Hallod-e? Itt az a helyzet, hogy én tovább fehér nép nélkül nem bírom. Érts meg, na. Te meg vagy bolond. Aztán meg lehetne, minden este egyedül kéne lefeküdj. Ó, menj át, koma, minden este. Örvendjünk, hogy abban a korban tudunk aludni, hallod, nem hogy egyebet is. Nekem még biza közben egyeb is elmenne. Édes abban a korban. Hát tényleg jó világ vége, hely. Édes jó Isten. Igaza van komámnak. Közben biza az embernek jó vonal, ami csak te fordulsz. Bés, jó éjszaka. Azt a mocskos jó mindenet. Hát te nem szíved magadot, te. Édes nem szíved magadot. Így. Tudod, mit mondj? A mai szent este második szor szégyenit tesz meg. Ha, na hadd el már még árul, míg beszélgetjük. Mi van, na mit? Na hadd el. Mit zúgolódsz? Mit zúgolódsz? Látod, egyet érez velem? Egyet, szép érzések ezek. Gyönyörű érzések. Elég elé vagytok mind a ketten. Magyarázhatsz te. Nem bírod fehér nép nélkül. Most azért jöttél akkor hezzánk, hogy Marit megkérd, vagy mit akarsz? Tudod-e mit? Egy félesztándőre vihát itt? Küpüstöl! Küpüstöl együtt! Küpüstöl! Meg vagytok zavarodva. Komám, hó! Nem legásd azt, hogy én azért jöttem, hogy én elvigyám s én küpüstöl s én is én úgy. Én nem akarom elvinni, én nem azért jöttem, no! Értsd meg! Hát én nem értem akkor mit akarsz elérni, vagy eszem, hogy zavarodva, vagy nem érteni. Én elmondom neked, kerekén. Figyelj, Dani! Én kineztem magamnak egy fehér népet, s azt nekem meg kéne kérjük. Érted-e? Hát mindjárt az a szem álme. Te kineztél egy fehér népet, annyi idősen, és meg akarod kérni. 80 esztendősen, koma. Ha most maradtam egyedül, akkor mit csináljak? Tovább is úgy van. 80 esztendősen, nősülni.
Na tudod, mit komolyan, én tovább azt nem hallgatom, ne haragudjál meg. Én megyek ki a tánnák töltöm be. Te most a tánnák, hogy mire én visszajövök? Addig a fehér népet az aszedből várt ki. Komam, hagyd békit most a tánnak, az úristára kérlek, és itt arról kell beszélgetnem, itt én jöttem, most hova mensz a tány? A doktor azt mondta, hogy ma este békére töltsem, na. Akkor állj meg, komam, menjek én is, segítek bétölteni, s menet az udvaron ezt a fehér nép dolgot kattam, megbeszéljük. Te nekem ne segíts, megmondtam a fehér népnől, többet nem akarok hallani, ilyen. Na, s máskülönben nekem nem kell segítség. Mikor a tehel azt a fehér plafont lássa még, akkor ma a szállat tartsa ki. Csak ürütöm be. De figyelj, né. Menj. Amíg visszajövök, addig beszélj valamit vele, egyelmet várj, de figyelj, mit már ne, hogy megvan izélve, zavarodva. Jó, na menj. Ide ültél itt, ne tudjak menni sem. Édes Istenem, 80 lesz talán dősen, akkor nős. Ne, hé, csak menj. Figyelj, Istenem. Menj. Határa nem számítottam. Mire, koma? Hát az ember a komájára se számíthat. Milyen... Jó... Én ide jövök egy ilyen okból kifolyólag, s ő menjen a tájhez. A táján többre értékel ilyen. Többre bizony. Neki könnyen beszél, mert te itt vagy. Úgy, de látod, nem értékeli. Bár csúfult csinál velem is. Hát csúfult. De igaz, az előbb a seppő a te kezedbe volt. Hát, azt megérdemeltem, amit mondott, koma. Ha még, abba is igaz, igazad van, abba is. Hát, amit mondott. De mind ahogy mondom, neki mégis könnyebb, na te végzett bán, ő külön felosztik, de én egyedül mindent. Állágát van, koma. Azt csak én tudom. Biztos. Nehé, most veszem észre, te még küpülsz. Ja, igen, koma, minden héten egy ilyen bogva jött, ne. Mi a boltból vajat nem veszünk, koma, amíg ott nem is enged, de... Na. Azt magyarázom, mégis a fehér nép van a haznalmal, oly megvan. Oly van, ki van kerülve, s úgy tovább, s úgy tovább. Hát úgy, komám, de hallod, de tényleg úgy áll vagy gondolkozó. Komolyan gondoltad ezt a fehér nép dolgot? Éj, hát én hogy ne gondoltam volna, komolyan még te se hiszel nekem, te se hiszed, amit mondok-e. Hát hiszem, de... Egyfolytább az a fehér nép előttem lebeg. Most is látom. Az eppári. Az csak én tudom, hogy itt milyen érzés van. Nem hallod, de kiről van szó? Kiről? Aztán elmondom, na csak jöjjön be, és akkor egyszerre elmondom, hogy hallja ő, és külön nekem mondjam, neked és neki, és egyszerre elmondom, és akkor megtudjátok, na. Amíg B-jő elmondhatál, de ki tudja, mikorra ér B. Minden nem annyit tökölődik. Ezzel nem kell két óra, míg annak a tánnak B-tőti azt a... Pentamoxant, vagy mi a súlynak hiak, hogy ma kell jöjjön, kell érkezzen. Bizony megmondhatnád, hogy ki az. Na megmondom. Ki tudja, mikorra jön? Mári, jöjjön, mondom, hogy kell jöjjön. Miért nem győzni, hogy kiartok, te mindjárt? Gyorsan szettes! Igen, na mindjárt megfagyok. Gyorsan, na! Mi történt? Mit gondolsz, az ámnak betöltöttem azt a Ventamoxant, vagy mi az Isten? Mikor jöttem le, a segnél egyet köhánt és lefogtam. Kocogjál a tanésomit! Kocogj, hamar! Lefogtam! Lá, innáptól idehajt! Gondolj meg, hogy megvan a kezem fasz! Mindjárt rosszul lesz. Hallod-e, koma? Jaj, de sost! Áldott Isteni szerencse ott voltál, hanem a falat fosta volna le. Hát értem! Sinka be engem, mint sem a falat. Hát tudod mit? A gondolod, hogy az a tiszta falat hesszámocskolta volna? Jó. Mi nem vetted le a súrcot, nehogy nézzed. Jól van, aztán... mindenben át. Kocogni való, hé. Jaj, de sost. Hallod-e? Jó. Véletlenül a szájt nem volt-e tartva. Na tudod-e mit? Kocogja, ha csúfolgasz tovább, hazamegyek? Vagy állnek itthonról? Hát ülj le, na, ülj meg, hogy mondja már, hogy miért kocakok, ülj le. Meg kell ezt is lássam, mert nem hallja. Elég ügyes. Tudod, de még ezen a hosszú zoron elértem, hogy megfasz? Nem is csodálkozom. Jaj, de jó. Ülj le. Vajon még ma, mi jön? Vajon még mi? Hát ebben helyancott. Ülj le, hogy mondja már, hogy én miért kocakok. Kocogja, te is. Kocogja. Hallod-e, koma? Én örömámban kocakok. Nagy örök, köszönöm szépen, koma, köszönöm szépen. Minden karba haszon van. Hát a nagy haszon, ez vett termény. Áj, még na mondja már, hogy mit akarok mondani-e. Koma,
Azelőtt is úgy tartottak, az ember, ha gonyéba lépik, lesz a szabad törüljem, a szerencséje lesz. Így nekem az idejövetelém célja, ez a fehér nép dolog, szerencsés lesz, mert téged a tehán lefosott. Komand, és akkor nem téged kell már lefosson? Nem engedted ki, menjek az Isten alóba, akartam menni eleget. Nem engedted. Na, engem lefos neked szerencse. Tudod-e mit? Oda, ki még anyag elég van, menj kis öngörgőz belé. Legyen szerencse. Miket beszél? Egy ha asszal maradt, egy ha fosos az állé. A szerencse bé lesz jövő. Bé van, eleget bért nekem. Új, na vigyorogjál, na vigyorogjál. Kek kocogjál. Aztán lát valakinek mondd, hogy engem beszélnek a faluba. Én ma lesz, mint az újébe beszéljenek. Én hogy mondanám, hallod-e? Megtörténik az állattartók, az dalk vagyunk, megtörténik. Nem mondok én senkinek semmit, na. Meg kell, az is mindig lassos, tudja. Nem mondom én senkinek. Mári. Mi a? Menj hozzá egy csepp pálinkát, tehát amikor valaki itt van a vándégon, hát hozz valami kénációt, mindjárt meg kell mondani neki. Kénációt, te nem tudsz hozni, ugye? Hát azt is én csinálom, mert kénáció. Hova küldöd, na? Mondom, hogy hozzon egy csepp pálinkát, ne. Jó. Úgy meg vagyok, én is falazódos, hát itt vagy te is, hát. Na, mindjárt meg kell mondani neki. Meg kell. Na, na. Mindegy, na komolyan, hogy egyábbről kell beszélgetni, amit én jöttem. De, mi van? Miért hoztál három porrat? Hát hárman vagyunk. De csak ketten iszunk. Na látod-e? Azt ma... De mi nem tűtöd, na akkor, na hát, idehozod. Tűtsed, te vagy a gazda, fosos gazda. Tűt, hát én. Mit mondtál? Mit? Jó, Marika, ma dugott, te kihúzott. Se a Balázs kötsz ide, mert ma a nyálacskéded ebben nem dugott bári. De le vagy magad szerepélve. Hogy dolgoztok, komám? Nem tudunk arról beszélgetni, amit én jöttem. Itt van, amiről beszélni, itt nem valunk, örökké, komám. Itt nekem egy olyan, mindegy. Hallod-e? Mi van? Te ilyen égőt vettél? Milyen? Sporolós. A mit jelent, hogy porolós? Az azt jelenti, hogy a villany nem fogyassza. Azt jelenti. Nem fogyassza? Nem. Akkor egyet miért nem vettél nekem, és ilyenkor miért nem gondolsz rám? Én neked az. Tessék a tejét. Na hallom, most nincs pénz, na én nem úgy jöttem, hogy vegyem a vizéket, az égőket. Tiszta per ingyen neked adom. Tessék. Oké. Na. Na meg kell nézzem, azt nézzem. Hát a bála üres. Az is porolós. Az. De akkor az hogy teszed fel? Úgy kösek fel minden estős által sokáig. Ne fia villanyt, nem fogyasz. Nem értem én, no, az elneket nem értem, és nekem most nem es az a gondom, s a bajom a porolós égő. Jára ígyuk meg, no, ne idáges egy fél. No, Isten éltessen, komolyan. Boldog új esztendőt, nem tudom, az idén találkoztunk-e? Nem találkoztunk, köszönöm, és viszont kívánom. Mindnyájunknak. Villáncs meg. Mehet-e? Mehet. Mi a Balázs kötsz ide, Matamo? Honnan mondni? Olyan, mint a szikra, hé. Jó anyag, cseppet megvigyítettem, de jó. Hát hallod, de ezt Mári meg se tudna inni. Ő-e? A lúgot es meg így, a lúgot. A tiszta szász és megítja. Ez olyan, hogy a kittyat kiégetni. Hallod-e, tán? Szinte elfelejtem, a tányért bornyúzottam meg. Most kezdjetek. Nem bornyúzott, komám, no. Nem. Örökké neked új évre bornyú van. Hogy létezik? Vétesztett, halasztott, hogy mondjam. 4 hónapos bornyúzó. Négy. Jót halasztott. Barátom. Azt is valakivel meg kéne vizsgáltatni, hogy bornyúzó-e, hogy-e, mint te? Tudjam, hogy van-e benne bornyú. Koma, 4 hónapos bornyúzó, tehát helyába vizsgáltatsz. Mi? A bornyát elveti, hát. Annyit ne tudja. Azt mondják, ha vékonkorú ember nyúl be, nem lesz semmi baja. Vékonkorú ember. Látod-e, most te, ha értenél hezzó, kacsusá kéne te, hogy nyúlhatna a bénáket, úgyes most a karod. Tudod-e mit, koma? Ha még egyszer a fostáré hozod, én nem tudom, mit csinálok. Hát most ma legyen vége, jó-e? Jó. Örökké jöjj ki a csúfondarosság minden. Jó, nem csúfondarosság, de olyan szag van, hogy... Olyan szag van. Mindegy, na. Te hoztad elé, komolyan, most is a tehánt. Én egyáltalán akartam beszélgetni, amit jöttem, és te hoztad most is elé a tehánt. No, én ma nem tudom még... Baranyod nem lett, te. Lett, komolyan.
Öt baranyom. Mennyi? Öt ilyen hamor. Ilyen hamor. Minden nap egy lesz tiszta nyűgnek, hogy én dolgozzak, akkor a baranyoknak kujakom, meg kell szoptatni, kell lódni. Öt barammal, na na fél, bitang baranyok ezek. Bitang. Február 24 előtt, ami lesz ma atyás napi előtt, az bitang. Bitang. Ezelőtt a sav volt, most is az. Na. Azt értem. Fé. Aludé. Mi van? Melyik előre született, azt nekem húsvétre hagyd még. Hoppa, te csak nem vágott bár. Semmit, na mit? Én kifizetem tisztességesen, nem ingyen kérem, azt hiszi, hogy... Örök ki az első baranyomra pályázzul. Hát megnőtt. De komolyan, miért nem tartasz egy legalább egy két-három jócs, lenne neked is? Nincs nekem szerencsés, az udvar olyan hosszú haludé, az még hátra meg elfáradunk. Nincs szerencsés. Így es, a méreg a télen megölt a hóanyással. Na most kezdj a hab. Hát hallod, hogy annyit havazott, én addig hantam itt hátra a havot, hogy ezt egy karim 5 centit nyújtak. Tudom, Kovám, annyit havazott, itt lakok egy hanyitásnyira nálunk, és annyit havazott, na. De... Ránéz, én lopattól állnám, hát itt én lopattól, pedig egyes van én jön. De jövőtől mindenkinek külön ösmán lesz, amit állhat, azon megy. Hát dána, én lopattól komolyan. Egy lopat volt. És akkor én mit szóljak, Kovám? Én végezzem a bántit és a küntit és én még jöttem ma este hezzátok, mert okból kifolyó logát. Hát ezért havat akarsz hallani? Havat hallani. Ó, menjál. Nálam nem kéne egy fájérnép, nekem egy fájérnép nem volna jó, hogy bán végezze, hogy egy kicsit a dolog oszoljon fele. Kezdj a fájérnépet meg. Komán! Jaj, és jó. Ígyuk meg, s engedj szóhoz jutni, hogy tudjam elmondani, hogy kit akarok, s mit akarok-e. Ígyuk meg, Sinka. Billányom. Mehaté. Meh. Koma. Azért kerülgát én, hogy nem kéne eléhozni a fehérnépet, nem nekünk való az ilyesmi. Értsd meg, Nova. Te könnyen beszélsz, mert neked itt van Mári. Nekem már ős könyv. Én könnyen beszélhetek. Ó, menj el. Hallod-e, Koma? Értsünk egyet, mert ezelőtt is az ilyesmit együtt intéztük el, egymás mellé álltunk, fiatalkorunkba és mi, aminek nekifogtunk. Komolyan együtt intéztük, együtt az ilyen. De mikor? 50-60 aztán, de haludék. Hát ne haragudjál meg, mikor, minek a szerá? De az imént is mondtam én, ha most maradtam egyedül, most akkor maradtam. Mit csináljak? No. De ne halljunk csak még, ha ma annyiba vagyunk. Kiről van szó, milyen fehér népről? Mert csak kerülgetett. Ismeritek jól, na. Hát ismeritek ki? Ki? Faluban lakik, Koma. Faluba. Itt a faluban sokan laknak. Mári és jól ismeri. Mári mindenkit ismer, az egész falu. Azt is ismeri, aki még nincs meg, és látva. Nyugj ki, ma, na, kiről van szó. Én elmondom, Koma. Ide lelakik a Csordajár utcába. Pisti Koma még mellett közvetlen belül. Pisti Komámnak talán valami rokonság, csak valami szóváltás történt, nézeteltérés, hanem egyéb nincsenek jóba. Na. Hát mindjárt most rosszul leszek. Te arra cifra nagyságára pályázol, Komám. Hát az eszed el van emény. Hát mennyi ideje van itt, másfél éve valahonnan mondod, hogy gyennából, nem mit tudom. Hát én azt jól ismerem. Hát, mondtam. Úgy hívják Veronika. Hogyan? Veromika azt mondta. Az a Veromika. Aztán honnan az emed világából ismered? Honnan a tojása tejethez azt szoktam hordani. A tojása tejet? Igen. Azért nincs nekünk rántani való tojás, ugye Marika? Ugye? Barátom, mondom a valamelyik reggel, hogy rántson egy kicsit tojást. Azt mondja, nincsen. Azt mondja, nem tudjuk, hogy ezért a tényleg bár éfagyott. És nézd meg, jó, hogy szóltál, és kiderült, látod-e a tojást? Nem jelzik rólad, nem egy cseppet sem. Ugye nem, na hadd el már, ő még beszélgettünk. Oh. Koma, most ha egy tojás leviszem annak, és jól esik kell neki, és na, mit? Na persze, te is. És az én tojásaimot mi? Tudod-e mit? Vegyen tyúk, és lesz tojása. Lesz tojás. Nézd. És aztán mi a másik? Ha viszem, biztosan ningyen nem kell vigye, vagy lájtad érte. Vagy lájt. Jött egy csepp kávé, csavol, az egész kamarát ráhúgja már. Ismerem én. Komám, ho, én nem azért jöttem ide hezzátok, hogy én ezt hallgassam, hogy itt most a tojások felett vitatkozzunk, megint elelődik el a szóna. Nem akarom ezt tovább hallgatni. És te is mit akarsz a tőle nagy csalgától, te?
Hát normális vagyok, koma. Melyik? 60 nehány éves, 60 éves sincs. És azt mondja, hogy olyan pökhándi, hogy még az embereknek nem esik én köszön. Mit akarsz egy ilyen nagy családtól, te? Mit? Egyáltalán, hogy által szóba vele. Komám, ho. Magyarász a cakarmára nekem erős megtetszett, én ma este azért jöttem ide hezzátok, hogy nekem valahogy azt a fehér népet meg kéne kérjük ezt a palázsdát. És a másik aztán mi? Azt mondod, hogy ennyi éves, 60 éves, így súgy. Mi van, ha egy 20-30 évvel fiatalok? Egy annyi köz nem számít. Barátom. A fehér nép aztán úgyis odaöregítik, ahova kell. Én odaöregítem. Hát én abban nem kitálkedek. Azt értem, hé. Jó legényes lettél. 20-30 eztán, hogy nem számít. Hát a gondolkozol, hé. Ja, és azt mondják, hogy a nuri módra öltözik. Oda haja fel van, tupírozva az ég felé. Hallod, és milyen cifra ruhába. Hogy tudtad egyáltalán szóba állni velem? Azt nem ért. Komán, nekem magyarázz, ha cakarmára mondhat cakarmit, én új belé bolondultam abba a fehér népbe, és én úgy elszántam magamot, hogy én ebből nem tagítok. A 21-ből nem hagyok. Érted? Azt átél, hogy? Tudod-e mit, komán? Ha mellém nem az, csúfot csinálok. Többet engem élve nem látsz meg, komám! Hát nem mondj, komám, hallod-e mit mond? Édes drága jó Istenem, ejázgáld, hogy elpusztítsa magad! É, Istenem, milyen is a szerelem? Hát, te hallgassd, na kazd! Állj meg, meg kell vigasztod! Állj meg a tövcsek pálinkat, hallod-e? Nyugodjál meg, hát én nem gondoltam el komolyan menet! Te nem tudod, hogy itt milyen érzés van, komám? Én nem van, de hát nem mondj, hogy többet nem látok, és elpusztítod magadat, hallod-e? Vigyálj ide, né? Nem mondom, mellé dalod, na valahogy csináljuk, csak én hát nem mondom. Na így. Ah, meg itt meg ezt a pálinkát, ne, és nyugulj meg, Isten, ne? Tana. Ah, édes drága, jó Isten. Jó Isten. Hallod-e? Mi van? De még azt is mondjak, csak nem tudom, hogy te hallottad-e. Jónak segíték, te még ezt át kell mondani. Azt mondják, hogy ilyen magunkfajta, posztóruhás, tricsesnadrás embereket nem alhassa, nem szereti, mert biztom én istallószagú vagy, ganyészagú vagy, az ilyen nagy családra komolyan ügyelni kell. És egyáltalán hogy tudta a szóba állni vele, azt nem ért. Hallod én, gyere csak ár. Az igazság az, hogy még nem beszéltem vele. Te még nem beszéltél vele, és meg akarod kérni. Hát komolyan gondolkozz meg! Én azért jöttem ide ma este, mondtam az elébes, hogy úgy gondoltam el, hogy együtt menjünk oda kettán, ezelőtt is együtt intéztük el az ilyen súly tovább, súly tovább. No. Édes jó Isten! Aj, men... ne léjás, ne köntörfalasz, hanem aljudóké. Mária, te abban ne szólj bele, ez férfi dolog, és te küpűs, kapjál egyáb dolgot. Ez komoly dolog. Koma, ha ne veszek egy vele, látod, egy küpűs vaj lesz legalább. Ebből vaj-e? Abból. Tudod-e mikor? Jövő karácsonykor. Ó, menj át, csak tiszta támpóból csinálj. De látod-e, hogy dolgozik, hogy koma? Hogy dolgozik, ha egy békit ígyük meg. Isten éltesse. Isten éltesse. Jó, János! Mi van-e? A dugó kiállt! Iskoláját neki! Mit csinálsz? Állj meg! Dugjon a témát! Megmondtam, hogy menj el, kap egyáb dolgot! Tájtből kifolyt! Menj el innen! Na, menj el innen! És kapj egyáb dolgot! Komán, mi történt? Mi történt? Addig időt lángedett, a dugót kiütte, a tájból egy csomó elfolyt! A tájből kifolyt? Hát kiállt! Hát akkor a vajból menj! Vajból menj, terekké csak! Mária, maradj bánt, csinálj valami egyáb dolgot, légy szíves, ne idegesíts! Nagy bánt, én nem idegesítlek, mert én 5 perc állnék, s aztán a fiúránként a tüzet rognék. Édes drága jó Isten, ezt hallottad? Még a húzgyobbi. Hallod-e komán? Mit mondott, már nem tudtam értelmit vennie? Jobb es, hallod. Ha mindjárt megzavarodok. Hát azt mondja, hallod el, hogy 5 percre elmény, és fél oránként a tüzet rakjuk meg. Ez hogy es jő ki, te? Hogy jő ki, hogy jő. Az úgy, hogy ez egy ilyen fehér nép perc. Az 5 percre elmény is.
Fehér néppérc? Fehér néppérc, fehér néppérc. A hollodé. Akkor az is lehet, hogy reggel előtt nem nézel a szemek közé. Honnan mondj? Legalább nem idegesíts. Menj. Igazad van. Elment, most magunkra maradtunk, legalább tudunk beszélgetni arról, amit én jöttem. Nyugton megbeszéljük. Elég az ebben nekem. Hogy ne tudtam én a kaput bézalarni, nem mindegy. No. Isten éltessen. Isten éltessen. Boldog új esztendőt mondtam, hogy... Adjon az Isten, de mondtad, nem már, hogy háromszor mondtad. Felállítom. Igen. Aztán... Mit látsunk? Mert? Mert? Istenem. Hallod egy koma? Mielőtt belé fokozódunk a beszédbe jobban ebbe a fehér népbe, még valamit el kell neked mondj. Jó, édesem. Hogy értesselek valahogy meg. Ugyan bizony, mit akarsz? Én azt, hogy én tudom, hogy te mekkora nehézségbe és mekkora fájdalomba vagy, hogy értsd ugye el, ment. Azt csak én tudom, koma. De hallod egy, mi nehézségbe még voltunk. Egyébként csak ne beszéljünk, hallod egy. Gondoljunk vissza a katonaságra, tá! Mi voltunk magyar katonák, román katonák, háború, fogság, 8 kerek esztendőre kerültünk az alud, és hányszor voltunk a halál torkába. És azt is attól vészeltük, azt is valahogy azt a nehézséget attól, hogy mondjam neked, és azt is valahogy attól kéne lépni, és nem egy ilyen cifradalmat megkérni, komám, ne haragudjál meg, no! Attól kell lépni, komám, úgy, ahogy mondod-e. Attól kell lépni, csak ezelőtt is hogy tartottak? Lap, helybe lap kell le. Oh. Egy állatod elment, és azt mondtak, hogy marha elment, lap, helybe lapot. Lap, helybe lapot, azaz marha volt, de ez fehérni. És a fehérnépnek is lába van. Hát még jó, hogy van, hanem másra tudott volna menni. Na. Nem lehet helyevel. Egyáltalán se lehet ebben beszélgetni. Ma értsd meg, hogy mit akarok. Nem tudom. Nem tudom, mit mondjak, hogy tudjam lebeszélni. Nem. És hallod-e, aztán eléhozod a katonaságot. Csak mi milyen katonák voltunk, hé? Főleg én. Ó, főleg te. Akkor kihúztam magam ott. A fejem a csillagoságát meszálltata. Igen. Ki volt, egy angyadomban nartam. Kezdj gyerek ki a katonaságot. Hallod-e, most is egy fél esztendőcske jó volna a maiaknak. Egy év ennyek legalább. Egy. Úgy. S mi legyünk a parancsnokok? Aztán akkor megtanulnak átcsibadud állni. Fel se tudnak ödözni a maiak. Ezek? Amelyik az onoka 10-kor felkás, 12-re nincs felütözve. Még az étával, az ebédvel várni kell. Jó. És hogy kiütöznek, hallod? Én látom. Legtöbbször hallod, hogy a nadrágfának a horgosina annál van. Úgy gyűlölöm azokat a nadrágokat, hallod, hogy halok meg. Abba az, hogy hallod, hogy ott vécá benne van, most minden. Lát igazad. Megtanultuk mi annak idején felütözni, meg minket megtanított. Oh. Nézd meg engem itt most is. Mondjuk most a tán bali szót, nem mondom. De most a tán a levegőt tesz az abortot. Te komam, te emlékszél. Milyen jó sor kell töltözni a katonaságban. Mikor a tiszt a gyufat ágyújtotta, és amíg a gyufaszal leégett, addig a katona fel kellett legyen ötözve. És fel is ötöztünk? Elbízom. Úgy belejöttünk, hogy a végén még egyet pihántunk is. A dáma. Na, ezek ne félj, már nem ötöznek. Na. Csalódé. Kivártad, mikor mentünk díszőrségbe, tudom és ilyen hova. Akkor a katonán az a... Hogy kellett állni a ruha, tá? A díszruha. Jó. A nadrágnak milyen élekedet legyen? Spontosan. Igaz, nem is mondom, azt az élvasalás, te értetted a legjobban, azt az... Mondod, hogy a nadrágnak az élit. Én szappanul megdöreszöltem. Én olyan élet vasaltam, hallod-e? Mikor felhúztam rajtam a ujjartó nadrág való az éllel. A macska nekem dörgölözött volna, nyakat levágta volna. Ott nem volt kecmetsz. Ott nem. Meglátnám most. Hallod-e? Aztán kezdjük azt a felét, hogy én hogy tudtam feküdni. Hát a nagy dicsőség. Igen, már a szajcskára nem tudtál ügyelni akkor se. Tiszteknek szajoltál vissza, annyit feküdtél komolyan, mint az egész százat. Akkor se féltem, fel. Akkor se féltél. Akkor se féltem, most se fél. Most.
ostá. Á, jó ostá. Te hallod, én megtanultam. De még mindenféleképpen. Magyar időben ugye volt, magyarul és fakültétel román is. De tudtam mind a kettőt. Magyar időben, amin a magyar időben volt a vigyázz, fakült. Igen. Román időben, úgy jut eszénybe, mi a vrecc. S mi nem jut eszedbe? Hát az ellenkezője, a másik, no, a fakült. A fakültnek úgy mondták, hogy kulpát. Kulpát? Kulpát! Kulpát! Nehéj, nem jutott eszénybe. Hát én románul perfekt tudtam. Én úgy megtanultam a kulpátot, hogyha éjjel most is felkötnek álmomból, és megmondom, hogy a, hogy mondják a románul a fekünnyek. Hmm. Amit vettél, kulpátot, jó. Svánál felállt. Hallod-e? A mostani fiatal meg se tudna vetni. Mondott, vesse. Mennyel. Most is megvetném, te. Mit? Te a kulpátot? Én. Minden csontod ezt a törnek. Kinek? Neked. Nekem? Neked, neked. Mennyel. Én... Most is megcsinálnám, csak nincs ki vezényei. Hát hallod-e? Hát arról van szó, hogy én vezényelek. Tudj, hogy egy pohár pálinka. Öt felügyelkesedtem. Én nem tudom megcsinálni. Nem, menjál legalább az jelentnál vítost. Légy szíves. Na. Hallod-e, komám? Fogadjunk, hogy megcsinálom. Fogadjunk, hogy nem csinálod meg. Miben fogadjunk te? Mit tudom, miben? Fogadjunk a tányedbe! Hadd állná! Mi van? Nekem két beteg tánnám, mert ugye ezt megnyert. Ki? No, én nem tudom a kulpátot megcsinálni! Hát a kulpát az a repcája. Akkor fogadjunk valami beteg. Vagy fel van az érve. Fogadjunk na, egy fél liter pálinka, hogy nem csinálunk. De szilva? Egy fél szilvas, nem egy liter vigyített. Ennyi idősen, ha megcsinálom, mehet mind a kettő. Mehet mind a kettő, mert úgy sem tudod megcsinálni. Én! Da! Igyuk meg, te! Billáncs meg! Mehet. Mehet. Én nem tudom, akkor... Na, no, meg koma. Emlékszel, te arra magyar időben volt? Arra szőkésveresás hadnagyra, hogy féltél te attól? Mikor az ajtóra jött be, akkor te ma faküdtél. Csak az milyen szigorú volt? Hát, most te látom. Látom. Ma rég nincs. Te nem akarod csinálni? Én akármi bevárják fogadni, tehát csak kár, hogy nem látta valaki, hogy fogadtunk a pálinkába, már letagadod? Hepp, azt kell meglássak az ilyen, mivel jár az eszük. Menjek. Na, hallod-e, koma? Menjek, vezényelje. Vezényelje, és ha meg nem csinálom, akármi legyek. Na, én erre kíván, hogy csireszek. Te lehetsz. Hallod-e? Én nem megy ki, mondjuk, be meg a kamarába, és mikor jövök ki, mondjuk, onnan jövök be. Akkor én leszek az a hadnagy, amelyiktől te úgy félsz. Na légy az a hadnagy. Most akkor kimérsz, aztán jövök be. Te menj, kies mi játsz, besülj. Hát arra egy kíváncsi leszek, hely. Jó, gyújt van ettán. Jó van. Én nősülés előtt állok, s én nem tudom a kulpátot megcsinálni. De hé, mit mond. Most jövök be, jöhetsz be. No, no. Gyere segély, fél egyszer. Ó, segélyek fél! Hirtelen nem tudok felkelni, no! A pász, abba hagyd be a fogadóságon, Vasikó! Álló, aztán ha felkelhetek, tovább csinálok mindent! Ó, vagyunk béki! Tudod-e mit? Ülök vissza, s nem foglalkozunk rá! Ne ülj sehova, ha neki fogtunk, gyere, ezt csináljuk meg! Én nem tudom megcsinálni, csak a többeskét ülök, nem tudok kelni fél! Ahon véd, hé! Gyere! Édes Jóisten, és ebben valaki ne jöjjön. Oh, lassan, no! Így csinálsz! Úgy meg rántottál, hogy... Havaj, Dani! No! Csak a honvéd... Ne a honvéd! Honvédnak nincs palca a kezibe! Ha mi van? Puska! Akkor mondjuk, hogy ez puska! Csak nem így fogja. Hey, most mindent a napról ékosom nem kell izélni, komám, no! A honvéd elpufázik, csak akkora kérdezik! Ide figyelj! Ha nincs a palca letéve, akkor a fogadás nem hagy. Még vissza az én ér. Jó, na leteszem akkor, na leteszem. Egyszer vagy egy nedlás. Hogy szokott állódik? Hogy szokott állódik? Honvéd nem beszélget, csak akkor a kérdezik. Be van, honvéd, be van gombolkozó, nem kitárítkezik. Tudom én, hogy minek mi a szeres a rángyát. Én most vagyok a hadnagy, akkor... Kész vagy-e? Honvéd? Ügyes van. Honvéd?
Repc! Hát a mi a repc? Mi? Te nézd a kázát! Nézd a kázát! A kéz hogy alkohol? Úgy, így alsz, nézd! Úgy, úgy alsz, minden, mikor a szekerem tojával látodva, úgy alsz. Ne lábolj és hogy alsz! Te nézd a kázát! Nézd a kázát! Lábolj az eszig! Ó, nem jó, Noah! Mit csinálsz? Mit csinálsz? A szinte feldőlök, Noah! Tudok én most úgy megállni, hogy eszél balábot! Jól van, na már dőlök fél, Noah! Derekad ki! Ó, derekom szakad áll, Noah! Derekom faj, koma! Te a kezed nézd, hogy a kéz hogy áll! Derek, fáját fél! Fáját! Tudom én, hogy kell! Nézd meg a kezed! Azt csak tudod milyen? Az csak még olyan 60 szóval. Te ahogy még, te nem magyarhoz már né? No. Nos. Hol vagy? Kulpa! Hé, megvattam. Megcsináltam-e? Tényleg meg ember. Megvan-e? Még meg csak nincs vége. Minek? Nem magyarhoz, meg van csinálva. Áj, csak mi már még most. Tudod, mit komolyan, még el kell mondjam, úgy ezért ki, mint egy honvéd a, egy elesett honvéd a lövészárokba. Lövészárok most mi? Csend, hát adom a tovább a parancsot, a vazinszó. Mit? Mit? Mi a kulpád után? Honvéd? Repc! Gyere, segély, fél! Áha, annyi az egész. Segélj el, fél, tudod? A fogadásában vászik fel, abba hány! Milyen fogadás? A csillagos égből is leszek még odafért, a csillagos égből. Onnan is leszek még. Te feles kell állni, koma! Féke, ne magyarázz, gyere segélyfél! Repca! Komám, ne okoskodj, gyere segélyféle! Tudod-e mit, nekem a derekam úgy fal, hogy én felhúzni nem tudok. Megbarom, míg Mári haza is aztán kattán felhúz. Komám, ne reomás, hol vagyok? Gyere segélyféle! Mondom, nem tudok a derekon fa. Az ágy alól olyan hideg jön ki fa azokat. De akkor az újossal bét akarnak, hogy ne fa. Úristen most... Hallod én? Minek kell... Gyere, segíj fel! Jó, jó, no! Törre, Amás! No! Nem lesz jó belőle. No. Ijjá... No! Húzod magad! A derekomtól segíj még! Na húzod magad ott, no! A derekomtól segíj még! No! Ó, oh, te magad ott egy kicsit! Ó, jól van! Mit csinálsz? Szállj le, Noa! Szállj le rólam, koma! Hát nem tudok, hát felakadtam rá, na meg felvettél a hátodra! Igen, már rövidek a lábaj! Rövidek, hol a kezemre, nem itt hol a lábaj! Azért voltálták katonaságnál az öregke sor végén! No, vessed át! Vissza a kulpátra, na már! Akkor visszafekszett, nem csináltunk semmit, Noa! Jó, és Jóisten! Hát még, na, vassán kezdtől a lábaj! Szállj! Hát hé, ne hova juttam! Jaj, farogtam! Édes Jost! Mit csinálsz? Szállj le, Noah! Üsz le, Noah! Igyes alig! Vagy még egyszer... Vagy még egyszer... Vagy még egyszer felalhat! No! Na, most! Édes Jost! Komolyan volt! Ebből az erővel, ezelőtt 60-70-es vettem! 60-70, leadd be! Mindent is kijő, hogy mikor, minek a szerá. Lősüléses így van, nincs annak most szerá. Csak ott nem mondnak ilyen kulpátot, se ilyen repcet. Ott mondnak egyáv repcet. Igen. Aztán meglássuk. Ég, benyám, benyám. Üljünk le, üljünk vissza. Jaj, hát látsz, hajtozni, s leülni, valamivel. Hát te már látod. Megfattattalak, mi ott van aztán is. Hallod, hogy ne haragudja ha meg, hogy kacagunk. Ha Pistikóval meg álmunk, hadd azt kikacagja. Jó, édes, na higgyük meg. Kér kacag? Hát van, ami. Szóval Pistikóvalnak álmodod. S ha én Pistikóvalnak álmodom, hogy téged a tehára lefosott, akkor aztán lesz mit kacagjon. Akkor. Ó, az más. Akkor ez is más. Az is más. Mindegy, no. Akkor én sem mondok semmi stását. Na így, így ma a mars. Na Isten, villázz meg. Mehet, aztán, ha lát, tényleg mondál. Nem mond, meg van egyházban, nem mondunk senki sem. Hallod-e, komán? Itt elbeszéltünk ma este tehát, jogot, havot,
katonaságot, mindent, hagyjunk mindennek ma a békicsit, arról kéne beszélni, hogy hogy lehet elmenni ez a fehér néphez, bemenni, súly tovább. Meg kérem, ezért rendesen tárvázni helyetem. Hát itt vagyok én itt. Te rökké fineszesebb voltam. Most megideges lettem. Hallod én? Gondolkoztam én ma menet közben az én, de az első lépés az komolyan, hogy ezt a gúnyat le kell vest. Így pricses nadrabos nyám posztomálni be, oda bé nem mehetsz, ne haragudjon. Menj el komolyan, a legtisztességesebb ruhanemümet vettem fel, egy csizmo, fehérén minden. Én megértem, de így oda nem mehetsz. Hát én... Diál, itt az úgy kivált, hallod én, hogy ide figyelj, egy ilyen cifrafehérén vesz bemenni egy ilyen dologét, legalább pantalót kell húzni, cseppet ilyen úriasabban kell öltözni. Pantalót? Pantaló. Rehan pantaló soha nem járt. Tudod mit, most jár, most lesz rajtod, mert ha cifrafehér népi, akkor hezzel kell öltözni. Csak nekem nincs pantaló. Nincs pantaló, valami kár. És akkor a csizmaszarra, ahol mi lesz? Re kell húzni a pantalót, na. Akkor a csizmaszarra elvesz. Elvesz. Nem, magyar. Nem öltöződünk. Hát pantalót honna tes? Hallod-e? A múltjáron az unokám itt volt, vagy egyet itt hagyott, egyet reattakarunk. Nem lesz kell, valami. Komam, no pantallós ilyesmi nem kell, no. Hát nem. Tudod-e mit? Ha ide jöttél hezdám, tanácsot kérted, akkor fogadj szócsanám. Na jó, na akkor beléegyezik. Akkor húzok, ha mit mondasz az, de tudod-e mit? Még hónap este el kell menni. Mikor el? Hónap este. Az azt hiszed álva, mi? Komám, ilyen hamar helyen büssük nyit. Nem szabad halogatni, komám, sok özvegy ember van a faluba. Egy pillontra elkapják, én aztán járkálatok, én hova menjek, hogy egy ilyen fehér népet kapja. Ó, menjen, hónap estig. Ne, ott kell menni, na. Hónap... Két aztán, de mindjárt itt van, senki ne állnám itt. Jó. Nem. Komám, mellé ma azt szem. Jó, na, ne fenyegetőzz. Ne fenyegetőzz, na. Édes Jóisten, hallod-e? Mi van? Még el kell mondjam neked, hogy annyi mindent lehet hallani róla, arról a Veronikáról. Hol? Hol a faluba? A falu szája, a falu népe mindenkit kibeszél, komán. Az erre nincs mit adni. Kik ide figyelni. Azt mondják, a tavaly, mikor voltak azok a nagy dög melegek, hát a te Veronikád, hátra volt nem a kárt sarkába, le volt vatkezve, mint a fiatalok. Majdnem semmi rajta csórén, komán. Szinte. És ott napodzott. Tá, neked egy ilyen napodzó nagysága kér? Hát gondolkozz, komán. Nekem ilyen napodzó komámasszon legyen. Mert utalod komámasszon lesz. Hát, hallod én, gyere csak állj. Mi van? Én láttam. Édes Istenem, akkor biztában vagyok minden. Láttad? Igaz volt akkor. A nyáron jöttem fel a víz mellett, ahogy mondod, a kártya bényúlik. A legbelső sarkába hallod-e, ki volt feküve hely. Menj el! Komám, itt féljál semmi rajta ilyen... Minek hiak, milyen tartóné. Olyan két csarnok, komám! Menj el! Hogy amikor meglátta... Alul és hallod-e szinte semmi egy ilyen vékon dologné. Én örökké az ilyen zömötebb fehérnépeket szerettem hallod. Sát én is el. Komán, ha. Most is lát. Most is előttem mondta. Miért nem szólsz ilyenkor, mikor ilyent látsz? Én hogy szóljak, hát... Én is örökké az zömötebb fehérnépeket szerettem. Látjam milyen. Hallod-e? Még no. Hűkény. Mi van? Mit lehet tudni? Annak a Veronika, aki még leantásféle nincs-e. Mire? Leon testvér? Hát mit akarsz a Leon testvéri, bár neked itt van Mári? Ó, de ki tudja meddig? Olyan gyengé van mostanában, hogy éppen csak van. Ezt értem, komán. Hallod-e? Én egy éve, hogy egyedül vagyok, engem le akarsz a nősülésről beszélni, neked még Mári itt van, él, s te már pályázol a Veronika testvérire. Hát akkor hol tartunk, komán, a beszédvás a dolog vele? Előre kell nézni. Előre, ó, menj el, azért mégis a migar igény van. Hallod, de állj meg, no. Még valamit magyarázz róla, milyen volt ott, lenne bacska és ne így. Lenne bacska, te mit akarsz nézni? Te nézzed Márit! Azért ma minden jól men, az az aim kell legyen, és azt én nézem. Téd a téd, no. Te nézzed! Én nézhetem, szép látvány, hogy küpül.
Nézd hát! Tudod, Emit? Jövő nyáron mond meg, feküdjön egy kő, és nézze! Ménycs Isten! Akkor tényleg a világ vége, tényleg állj! Adjunk békitárnak, itt arról kéne beszélni, hogy hogy lát elmenni is, bemenni is, mit mondani is, úgy! Az. Hallod? Az előtt is legtöbb helyre, hogy mehetünk be. Így. Bémeljünk, és megmondjuk, hogy tahán keres. Tahán? Mit szólsz? Tahán. De hát ahogy meg már annak alatt félje nincs, esze még macskája sincs. Tudom, na de tegyük magunkat, hogy mintha nem tudnánk. Megmondjuk, hogy úgy igazítottak ide, hogy itt egy jófajos tahán van. Mit szólsz? Nem lesz jó, na nekem nem tetszik. Nem tetszik. Mit találj ki át télen? Tudod, mit én havat nem hányok? Én biztosan. Hát, hallod el, de állj meg, na bémenjünk, megmondjuk, tehát keresünk. Hirtelen megmondja, tehát nincs, jöhetsz ki. Tovább mit mondasz? Én kezdem hamar a lábamot fajtatni, s leültess aztán szót hoz. Na, s azt gondolod neked, hogy kezdj aztán borogatni hidegvizásval, ugye? Nem jó, na. Olyan finázes voltál, örökké gondoltam, valami jobbat találsz. De azért nem, rúl ki vagyok, mivel komolyan, hogy mit találjak ki. Valami egyávát kellett volna, hallj meg, na gondolkozzunk egy cseppet. Gondolkozhatsz, de kellene meleget az agyrendszeremet, de annyi. Hallod-e, koma? Nekem valami eszembe jutott, nem tudom, mit szólsz hezza. Ugyan bizony. Milyen lenne, ha bemennénk, és megmondanók, hogy kéményseprők vagyunk. Kéményseprők? Úgy. Avár bejutnánk, s ott a mi döröszölnők a izét addig szót váltanánk, s úgy lassan bennmaradnánk. De állj csak meg. Hát ő se balon. Tudja, hogy két kéményseprő nem kell. Vagy te döröszölöd alósi fejjel? Oda egy kéményseprő. Valami leszen, na. De állj csak meg, ki lesz akkor a kéményseprő? Hát te? Hát én, ja bársza! Hát te mondtad, hogy én úriasosabban kell lőtözzek, és akkor te lennél a kéményseprő. A bársza! Te nagy cifransi, mint egy moszko! Hey, egy este mellé mahalackomam, én is amikor kellett mellé, de hallottam. No. Egyáltalán nem tetszik ebben nekem. Nem, valamit magadra ültesz! Oda, valamilyen ruha kéne, ez a való... Féljel, félveszel egy fekete valamit? Én koromval jól vékállak. A persze. A kéményseprő fekete kell legyen. Fekete. Koromseprő. Ó, menj el. Hogy találjak ki az ilyeneket? Komám, ó. Csak kéne... Az jó lesz, de csak kéne az a... Minek híja? Az a koromseprő. Seprő. Úgy, ahogy mondod. Honnan látna azt? Ha már annyiban vagyunk, nekem egy gyengá van, itthon én seprem. Neked van? Hát van. Hát akkor mit? Köntő falazol, akkor kell csinálni, hát akkor minden megvan, na. Hát, minden. Ha legyek még 80 esztázősön legyek koromseprő. Egy este áttálik, na de. Jól van, na. Leszek koromseprő, na. Legyen még a távkaratod. Töltsed egy parka, Anika. Már legyünk bár. És ilyenkor, amikor az ember egy ilyen ügybe jár, akkor a belső zsebbe egy falás szokott lenni. Sík az úcs, állásik, kiásik. Persze. Nem törik el, mert plafon, ne plafon. Látja arcod. Most különben tudtam, hogy nem rég főztet. Hogy ne tudnál. Most nem kell mindent a aprólékosan mondtam. Isten éltesén, boldog új aztán, hogy nem tudom, mondtam-e. Nem tudom, mi ma hanszor mondtad. Billáns meg. Alájt. Mehet. Jaj, Istenem. Kivárőse. Hallod-e? Még mi jutott az énbe? Ugyan bizony. Hát, már ismeri ezt a Veronika. Ezek szerint, igen, és azelőtt ügyesen egy két óra, ahol leküldjük, hogy nekünk a terápét készíts állni. Mit szólsz? Hallod-e, komolyan, te nem gondoltál, ki tudja, milyen fehérni? Ki tudja, hány ura volt, hány gyermeke volt? Hát, ha megtudja neked, milyen vagyon van-e, megéts elörököli. Csak én úgy számítottam, hogy egyelőre a vagyon nem mondódik, mind bé. Hallod, én is azt mondom, hogy 25 arföldnél több. Na. Egyelőre csak 10-et számítottam, 10 arat. 10-et? 10-et. Hát, kicsi az. Mindegy, meglássuk, beszédni el lesz. Azt szerint a földeket duzzasszuk felfelé.
Lát. Lá, nennát, hogy az van intézik. Morha félit lehet többet mondani, legyen kedve. Ah, morha, három tányed, Maludé. Tehát ha mondhatsz hatot, hetet, hogy legyen kedve. Én mondok három tehát, három bonitotát. Na, jó lesz-e? Se bikatino. És mondd meg, hogy a bikatino és borjuncó. Bikatino. Ott mit tudja, hogy majd miféle egy ilyen fehér nép. Kell mondani, mondom, hogy legyen kedve. Mondj igazad. Jó lesz, meglátod. Komolyan, jó, hogy látod, de te kitalálod, tudtam én, hogy te kéne az eset. A virágot és vinni azt a virágot. Hát a virág, ha érnéd meg egy virágot, tudod, mit jelni. Hallod, de igazad van, hé. Só. Már itt leküldjük, mint ahogy mondod. Menet viszont tíz tojás egy bogvajat. Ha persze. Akárakat meg kell kenni. Hát kam meg te. Komami, most tojást vonat hozzak, egy kakasón van. Kakasón, annyi tyúkod ott hol vannak? A róka téren mindenhol. Beánkra róka eső. Igen. Tíz tojás, egy bogvaj, ha hogyne. Most nem teszem a sírba. Tudod-e mit? Öt tojás, semmi vaj. Nem mondom, öt. Komám, ho, hát gondolkozz egy kicsit. Az a meán darab fehér nép, ha mi összekerülünk, kettőnknek öt tojás mit érte? Hát, tőjás, mit ér kettőtöknek? Hát én kell étessalak, koma. Hát én kell étessalak. Én nős is cselesén, étessalesén. Jó, na jó, de állj meg most öt tojáson, miért kell így cirkuszolni? Na, szőszart, ne hasokassuk. Nem, na, de aztán mindennek van egy határa. Na. Attól mégis, ami van, igen, na, van. Van. Öt tojás van most. A bácsa, öt tojás. Na, érkezik az. Jól áll ülél azért. Jól áll. Jól. Úgy mondta, künes hallatszik. Igen. Mit mond? Azt mondja, úgy kiavasz, az úton minden hallatszik. Ügyel. Olyan valaki a fátát és nem hallotta el, látta el meg. Isten nincs. Még oké, hogy ahogy hiányzik, hogy Veronkának a Filibát ők adjén, hogy... Már nekem eppálik. Szóljál, amit kezd dolgasni, szóljál. Hát te nem mondod meg. Leon nem hallott, nem fogad szó. Szólj meg rá. Mário. Mi az? Figyelj, de ne olvasd, komám akar valamit. Elmenél komámval, elbeszéltük, hogy hónap este rá kéne menjünk ez a... Hogy hiány? Veromika. Veromkához. Arra beszéltünk komámval, te azelőtt egy-két órával lemennél hezzá, ott elbeszélgetnél egy kicsit vele, egyik másikot érdeklődnél, hogy mint te mi a féle. Igen. Menet vinnél tíz tojás egy bogvajot, ötöt. Add át, tíz tojás! Ötöd, annyit ne! Ha nem érted, akkor csincse! Komolyan! Ahogy meg a batterit, ahol túl veszél. Figyelj ide! Nem viszél a tíz tojás, hanem viszél öt tojás, semmi golyot! És ide figyelj ne! Veromika, kivalogászod, hogy ura van-e, volt-e, gyermeke, hány van? Tudod, és tudod, annyi fejlődik, mit kell mástól kérdezni, ilyen ügybe. Ide figyelj! Komolyan kell segíteni, mert úgy bár érte magad, hogy tényleg valami bolt csinál, ha nem segít. Jó, ne bánom, de komolyan adjon tojást. De kakosa van csak, Mari. Kakos, ottól nem lehet-e? Hát a kakos tojkéta. Jó, Isten. Lemész, Lame, no, mondjad, hogy lemész. Komolyan. Lemész, komolyan. Lemény, lemény, lány, légy nyugod, nyugodjál még. Köszönöm, komolyan, hogy mellé váltatok. Amikor nem váltunk mellé, talunk. Számítottam és erre. Tudtam én ezt, hogy minden eszteljön, mikor megláttalak, fososok. Fososok, megmondtam, hogy ezt fejezzük be. Mindegy, no de szerencsé, mindegy. Hallod-e? Egy poharról tőtök, hogy legyen kedve. Úgy, tőcs egy pohar. Nekünk ez akkor. Egy-egy felett már mindjárt fogy el. Koma. Mária. Mi? Komával, kocsons, boldogulj aztán, dőcs. Szerencsét kér neki. Té van, mi na? Jó, Isten éltessék, komolyan. Isten éltessék, bo... Hát, te nem tudsz egy cseppet várni, te... Na, mit tudtam, hogy tüges akarjátok inni, de? Látod-e? Látod-e, mi? Hogy békít, na, hogy békít, na. Isten éltessék. Azt üzeni boldog újabb tándor, szerencs. Köszönöm, viszont. Mehet. Fordítva olvasol. Figyelj, mi van? Mondom, fordítva meg is fordított az újság. Annak mindegy, hogy olvas. A szemmel egyet fordulnak, olvas alulról is. Ne.
Hagyj békit, na komán most, hagyj békit annak, na egyáb itt most a goncsó. Hallod, ja. El kell én neked most valamit mondjak. Mit? Én úgy fel vagyok készülve vár a nősülésre, hogy te nem egy gondod. Meg látom, komán. Hallod, a nősülésre a fogaimot is megcsináltattam. Tiszta új fogsort? Tiszta újat. Édes Isten, de komán, nősülni nem fog kell. A mi? Tottam. Te még engemet a felősá búsulj, mert én még úgy érzem magamot, hogy... Istenem is. És te nagy okos, ha nem jössz a fehér nép, akkor a fogakkal mit csinálsz? Valakinek eladom. Hát a námból nyúlj, adjuk és vegyük. Hallod, én figyeltem, a faluban annyi akkora szajú ember van, valakinek árkát. Aztán abúsulj. Édes jó Isten. Na ne félj, én szerelem neked, az ajtót béteszi. Amíg mocska bíj szerelét. Holgos, te ne szólj bele, adja haza egy macsót. Hallod, de komán, te mondod vén szerelem így úgy, de van egy mondás. A vén kacska is megnyalja a sót. Ha komán, elég szép kacskaollók vagyunk. Elég szép kacskaollók. Epp a szarú helyancik. Epp a helyancik. Hallod, de komán, mit mondasz, azt mondasz, de úgy megjött a kádbám, s úgy eszembe jutott minden. Az elébe emlegetted a háború. Emlékszel, amikor a Donkanyarnál voltunk a háborúban? Nem, komán, nem ott voltunk, arra két évást lesz. Az Úzőgyiben voltunk. Jó, összetévesztettem. De én nem is ezt akarom ebből kihozni, hanem azt, hogy amikor mi a háborúban voltunk. És nekem akkor volt meg Erzsi iránt ez az érzés, ami most van Veronka iránt. Csak akkor voltál 20 éves, és most 80. Na. Annyi voltam, most annyi vagyok. Nem hallod-e? Milyen nehez napjaink voltak, de mi este, amikor elénekeltük ketten a donkanyaros éneket, nekem akkor Erzsi jött elé. Komán, mi most is a ketten elénekelhetnők azt a donkanyaros éneket, Veronka elé jönne. Csak aztán nem, hogy Erzsi álljon elé. Úgy. Ó, mennyi. Komán, ne haragudjál még. Az a nóta nem idávaló nősülő ámbérnek. Komán, nekem az alatt jő meg az az érzés, az alatt látom én, amit kell lássak. Komán, a kedvem itt, most ma este énekeljük el itt kettenni. Hogy nekem még egyszer én az... Kedved itt. Olyan názinek nem ütörök ki a szénbe, hogy kezzem. Hallod-e, ha nem tudjuk énekelni, elmondjuk. Hát én vásárolják. Mi vagyok én? Petőfi? Mi vagyok én? Te úgy tudtad azt az éneket? Az első sorában csillagok vannak. Csillagok. Csillagok. Minden csillagot látsz. Éj, milyen ének az. Hálkolod énekel. Komám a kedvemét. Aj, még nem ez a volt. Kapja már az ágyt. Ügyes van, úristen. Úgy van, komám, hogy... Páros csillag fenn az égen, a Bázsinton meghasad a harmad. Ütközetben áll az ezred, a katonák sebesülnek, halnak. Valahol a Donkanyarba húzódik egy magyar lövészáró. Harci zajba rád gondolok, s tőled rózsám leveleket várok. Mint hiába gondolkodom, a posta se hoz levelet nékem. Hűtlen lettél, nem gondolsz rám, még csak azt sem írod, Isten véled. Nem jutok én az eszedbe, ott járok, hol dicsőséget vívnak. Ha meghalok a síromon, vértől piros virágocskák nyílnak. Ha meghalok, meghagyom a jó pajtásnak szakítson egy szálat. Küldj el az én falumba annak a szép piros-barna lánynak. Mikor az a másik csalfa
elkerül és kacag a szemébe. Akkor is a vértől piros virágocska jusson az eszedbe. Halvány színű leveledét megtalálom a zubbonyom zsebébe. Lehet, hogy egy kicsit véres lett a levél halvány két kis széllel. Az a levél, mely beírót, jöjjek haza, félsz egyedül élni. De szeretnék utcátokba egész éjjel véled beszélgetni. Nem jövök én többé haza, csókolni a csókra termett szádot. Felejtsd el a vélem töltött csókkal hímzett boldog éjszakákat. Felejtsd el a csókjaimat, ölelésem, arcom mosolygását. Valahol a donkanyarba tőle távol a síromotásság. Vége van az ütközetnek, sötét felhő borítja a tájat. Vége van az ütközetnek, nagy bánata van egy barna lánynak. Siratja a boldogságát, eszébe jut minden, ami régi. Az ő gyenge árva szívét a búbánat össze-vissza tépi. Siratja a boldogságát, eszébe jut minden, ami régi. Az ő gyenge árva szívét a búbánat össze-vissza tépi. Alig Tomáli neked? Hát ének koma. Épp csak sírás nélkül megúsz. Hallod én? Láttam. Melyiket? Verónkát. A még jobbikást. Jaj, Isten. Megmondtam, hogy ez egy búsnótos, nem idevaló, nem nősülni való embernek való. Úgy eszembe jutott a hábus minden, hogy áll vagyok keseredve rám is. De nekem az alatt jött meg az, mi kellett meggyőni. Hallod-e, koma? Mi a? Azt mondod, így búsének, hát úgy búsének. Te hogy szoktad ezelőtt mondani? Meg kell ereszteni a ropogósabbat is. Ropogót is inek én. Úgy, ahogy mond. Hát hallod-e, igazad van mondjuk, hogy jön vissza a kádvű. Ah, még töltsek még egy-egy csepp palinkát. Töltség van, egy-egy falat még töltek. De melyikre gondoltál, hallod-e? Hallod-e? Arra, hogy ön nékem cigány ne zenni, törlem hangot, ne remélj, de ne remélj. Mert kiukadt a zsebem, minden hullott a pénzem a fiságba. Fiság vize nem foly vissza, ezer lejes nem nyomja a zsebémet. Azért, amért özvegy ember vagyok, még az éjjel kimulatom magamot. Fiság vize nem foly vissza, ezer lejes nem nyomja a zsebémet. Azért, amit özvegy ember vagyok, még az éjjel kimulatom magamot. Na az ének! Édes Isten! Hát az ének, de te mit énekelsz, koma? Hogy mit énekelek? Hát azt énekeled, hogy azért, mert én az árvalegény hát, azért, mert én özvegyember vagyok. Ki? Én azt énekeltem, árvalegény. Mari, mit énekel? Özvegyember, koma. Menjetek el, ne bolondítsatok meg, én azt énekeltem, hogy árvalegény. Mindjárt miért gyangba és balé foglalod az özvegységet. Édes Isten. Hallod-e, koma? Ígyuk meg. És én aztán neked mondok egy másik dolgot. Én tudom, mit akarsz mondani, hogy én vigyelek tégedet haza. Mári, a korcsia a cereádál is egy kötelet.
Kurcsi. Meg van idasod. Billáncsal. Aztán meg. Még egyált aluszós, még holnap másképp beszélünk a egyszerű, ígyuk mes. Isten érte. Isten érte. Hallod-e, komám? Ja. Én azt akarom mondani, nem halogassuk a lemenést hónapástérre, most kell menni! Mindjárt megbolondulok! Indulni kell! Komám, az eszed elmente! Most egy olyan sunkba vagyunk, hogy ebben a sunkban indulni kell! Attól a sunktól félek én! Hát ne bolondulj meg, hát most hova menjünk, nem vagyunk rá készülve sem! Most menjünk Veronikához! Szóljál valamit, le kell beszélni róla, no! Komam. Hát akkor menjünk, komám, nem Horkos. 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 Komam, ma légy szíves, ma nem menjünk sehova. Komam! Tudod-e mit? Mellém alsz! Most kezd fenyegetni meg! Mellém alsz! Édes jó Isten! Melléd alud, melléd, na de! Virágot kell szerelni, és a pantalon szereljed! Hány óra? Ott van. Elég késő. Hallod-e, komam? Nem kell se ütöződni, se semmit, így menni kell. Na tudod-e mit? Ha nem ütözöl attól, én megy ki az ajtón, és aztán mit akarsz, azt csinálsz, az a sejvök is hét. Na, állj meg, na akkor ütözök, azt csinálok, amit mondasz, csak éves éppen jó. Induljunk! Na, állj félni, nézzek szénbe veled, hogy mit csinálunk, hogy csinál. Édes jó Isten. Bele a lukcsok, segélj meg. Segéljelek meg. Gyár idána. Már vőleg én, már. Mi van, na? Egyszer le kell húzni a csizma alcsó. Aj, meg na. Csizmod, le akarod húzni? Alá, ha. Nem. Mari, valami pantalót kell szerelni. Szerelünk, Mari. Ülj le, na. Édes Istenem, hogy nem zártam be a kaput? Add ide. Fogjad, nagy a székről le. Fogok. Ja, lassan, na. Jaj, bebüdös a láb. Édes jó Isten. Na, hallod, megtölt. Járános, húzzad a másikot, hogy haladjunk, hát, hogy haladjunk, de olyan büdös a lábod, komám, mint a görény tartanál benne a csizma. Jaj, még büdös. Hát hallod, ne haragudjál meg. Benne aluszol, vagy miért ilyen büdös te? Aj, meg na, gyere, akkor valamit el kell mondja, mit? Én van három hát elindultam. Édes jó Isten, és idáig hol a szemed világában voltál, komám? Azért vagy ilyen szagus. Hallod, én egy olyan dolgon mentem keresztül, a fiatalok úgy levezettek engem. Mi? Azt még el kell mondjam. Mit gondolsz, azt mondták, hogy december 21-én jön a világ vége. Ja. Gondoltam, én nősülés előtt arra, meg kéne valahogy meneküljek. Hallod, én le a pincébe. Egy hátat a pincébe voltam, komám. Almács, veres hagymát ettem. Egy hétig! Jövök fel, gondoltam, senki nincs sehol, hát a nép jő menjen, úgy felmérgelődtem, hogy többet nem mosik, ezt nem akarom hallgatni. Állj fél, nem, hát itt helyabba beszélgetni. De akkor mit akarsz? A drágot húzzad le, hát izét kell. Na, hát izéját. Állj meg, no segélek. Meg vagy-e bolondulva, mit? Te akarod-e lehúzni? Én a segélek. Menj el innen, és keresed a pantalon. Hát komám. Hát miért enged, hogy boncoljon-e? Ej, most mindenből ne csinálj ekkora dolgot, na! No. Ő még látott engemet levetkezve. Hogy mondod-e? Ugye látott? Hát örvendik el. Komadnám, ma! Nem kezdett mindent olyan aprólékosan. Tartsa, hogy boncoljott az elejt. No. Na, csak mi van, na? No. Nőlegénynek balakötő, na drágszív. Ezt érte. Komam, az oroka ellopta a nadrágszíjat nekem, a fogak annyiba kerültek, a pénz elment nekem, most nincs pénzem nadrágszíjat venni, na. Jól van, na, igazolt magadat, húzod le, na, mert tényleg is játni kell. Ülj le azon, és húzod le nadrágot. Na, csak... Isten, 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 milyen napra vírottam én? Milyen napra vírottam? Osson, no! Ülj el, ne láss a szék. Isten. Ülj el, mocsokban állj pár évás. Mocskos, na, fertegetve. Kéve a pincaszagja van mindennek? Mi van? Olyan pincaszagja van mindennek? Pincaszagja. Na. Állj fél, nem, hogy mekkora pantoló kell vagy. Jó. De halljunk csak még, hé. Mi van? Tiszta új gagyát húzok. Hallod-e? Gondoltam, ha véletlen ott kell, halljok. Legyen tisztességes fehér nemű rajta, mosó nemű.
No. Te bejadultam. Hát te mire gondolsz, te jó? Sosa lehet tudni, no. Az ára kell tisztességes alsóra, mint a madzagok lógnak, né. Úgy felállítottam. No, kötincs meg. Kötincs meg, mindenki. Hát, mert örökbe vigyelek. Kötincs lesz a nap. Na. Ne rángosd lefelé, no. Mit húzod oda, mit fog? Gyere csak ide. Hagyjék sírván most, hallok, ereszkedik le, no. Jaj, édes drága jóisten. És egy ilyen ember akar nős? Nem. Hol vagy te? Hozzon azt a nagy drágot. Ne menj át, no. Tessék! Jó estét, Veronika! Jó estét, Marika! Hát, hogy hogy ez rám jött? Na! Hát, gondoltam egyet lejök, olyan hosszok az estig, s jó, hoztam tíz tojásét, kicsit tejet ne tegyál! Jaj, Marika, nem kellett volna vele foglalkozni, jöjjön le, na! Annyi mindent lehordott ide nekem, aztán nem tudom, nem lesz baj belőle. É, Istenem, most látom utoljára, mikor voltam ilyen szép megszólítva. Ugyanem, Marika, mindig ezzel panaszkodik. De szeretnék én találkozni magának az urával. Istenem, híres úrfival. Mert megmondanám én, hogy kell beszélni egy asszonnal. Nem kell foglalkozni, érti én, mert aztán, ha meghallja, hogy panaszkodtam magának, a derekamot letörik. Nem mondjon ilyet, Marika, hogy letörje a derekat, nem... Lehet ebbe olyan rossz ember. Te hol él Veronika maga? Nem volt vérezmélve soha? Nem, Marika, soha. Boldog asszom maga. Hát az. De hát halljanak méges az a rándja. Férhez kell menni, aztán jó a gyár, meg kell egy társ az életbe. Hát tudja, Marika, kell mondjak én is magának valamit. Van nekem is egy leányom. De nem mondja senkinek. Jó, én nem. Tudja, én fiatal voltam, s megesett, lett egy. Tudja, Marika, nekem az egy férfi ember nem kell egy csuva. Nem bírtam, hogy nekem folyton dirigálgasson, s mérgesítsen. Így is van egy öreg, annyit mérgesít a nyáron. Mindig itt hagyja el a tehánáidat. Kapom előtt, s azok folyton ide piszkítnak. Jaj, honnan megy a Jánosról beszél? Hallja, Marika, a tésztával meg kínálom. Elfogadja, hogy a pálinkat ugye nem igyja meg. Hát, hallja, erősen jól locsoraztam estére, inkább egy pár pálinkat jobban meginnék. Jó, Marika, csak várjon egy pillanatot, amíg visszajövök. Jó, én megvárom, hallja. Hát, és valami jó, Lea. Te barátom, milyen cifraságban van. És milyen illat, nincs ganyészag, mint nálunk, hé. És nem ennyi minden van, és milyen bútor, hé, jaj, barátom. De szivarodzik is. Hát ez valami úri nagy csalgoztam, nem tudom komolyannak, hogy... Hát valamiféle. Valami mocsuk. De barátom, milyen futerussai vannak-e, attól kell üljek ide. Milyen kényelmes egy barátom. Nem úgy, mint nálunk faszékek. Ezek székek, nem milyen fogalsik van. Nem is ülök vissza oda. Na, hova ment vagy? Jaj, ne jöjjess! Na, meg is érkeztem, Marika. Megé? Ne, maga főzettel ezt a pálinkát. Igen, friss, csak nem volt alkalmam még megkóstolni. Hát most megkóstolja vele, maga annak is tűtsön, már csak nekem. Töltök, Marika. Ma, kettőnek jobban násítnom. Így van, énnek. Barátom, még ára lesz gondoskod. Hát, egy annyiről szoktam, Marika. Ügyes a szomag. Jöjjön, vegyél! Jó, a jó Isten! Isten éltesse már! Éltesse sokat! Boldog új évet! Viszont! Na, meg pályán erős, no! Pont jó! Pont jó, jó sikerült! Jó, Istenem, milyen kényelmesek ezek, és mondom, itt maradok! Jó hát van, Marika, máskor is! Na, látom, szivarodzik! Jaj, igen, Marika, hát egy úri hölgynek a mai világban kell tudjon cigarettázni maga, nem tud? Hát egy úri jönnek ilyen dálvénasszonnak, nem? Jaj, Marika, nem próbáltak ki sohasem. Nem én, de nekem nem is kell, hát aztán én János mi azt kérem megérezze. Marika, nem akarom hallani nálam, hogy János így, János úgy. Az én házamban János nem dirigál. Aztán meglátna? Nem meglátnám, mert nálam János nem dirigál.
Tudja, mit Marika? Meg kéne próbálja maga is a cigarettát. Menjen el, nákukoljon, én nem azért, hanem Veronikosan nem nekem való, értsen meg, s nekem nem kell, no. Én egyáltalán meggyújtok, megmutatom, hogy hogy kell, és maga csak azt kell csinálni, aztán, amit én mondok, jó? Én azt hiszem, a kándőmet égessem, és tesszük. Nem lesz a bőle kell, hogy nem tudja iszáigatni, ne féljen, Marika. Jaj, édesús. Hát én nem azért, hanem Veronika, értsen meg. Te jaj, de mi a két ujjakezés, egy kicsi csücseritse. Mit csücseregyek, én nem tudok. Mit? Nem csücseregy, egy csücseritse. Jó. Csücseregy, barbarik. Jaj, vigyá, megnyúlt. Jaj, édesús, te bár szól, Veronika. Hát nem nekem való. De hogy nem, Marika, csak... Meg kell szokni. Jó, Istenem, az a pálinka ne legyen itt megholok. Ha maga úgy gondolja, mi a pálinka? Ne a füstö, jó, édesüstö. Nem mondjon ilyen, hát nem olyan rossz, mint maga, hogy lefestette. Bár rossz volt, ne. Nyaladni elkapok. Dehogy nem, Marika. Hajé, honnan esett volt maga? Brassóból. Brassóból. Látszik, milyen szép piros a szája. Hát igen, Marika, néha napján kiszoktam egy kicsit festeni magam, maga nem szokta? Igen, én. János még azt kéne, hogy lássasztan otthon többet nem unni. Megmondtam, az én hazomban János nem dirigás. A ma este folyamán nem akarom többet hallani, hogy János így, János úgy. Nálam János nem dirigál. Van nekem egy kicsi rúzsom, és ki kéne fessük vele magának a száját. Jó. Csináljon úgy, mintha mosolyogna, Marika. Nem kell, hallja, már nem lesz jó végesni, nem az értem. Nem mosolyogna, már nem lesz semmi baj. Csak egy kicsit csináljon úgy, mintha mosolyogna, és így jó lesz, csak maradjon. Ja. Ja, Isten. Jól van. Jössze, no. Jövök, itt vagyok. Jól van, ne átszik a menet. Hogy? Ne a kéna. Itt az autóan előtte, be húzálom. Tudom, hogy hol vagy. No, hogy ezért nem jól van, no. Tedd úgy, mint a magmatőt, keresztbá. Hogy? Keresztbá. Jaj, meghallja. Seplák. Seplák lenne filemlé. Ott van. Na. Csak én ideges vagyok. Sati. Rajtam még ilyen mocsok életében nem járt komam, s leálmodott. Tadá, én. Nem, hogy nézek innen maszkoz. Hallod, mi a? Na tényleg ezt a mocskot minek takártad fel? Úgy nézel ki, mint egy maskura. Mocskot minek takártam fel? Azért már engem valahogy nem kínál a nagycsalga megismerni, mert remélem haragszik azért. Mit csinál, haragszik? Haragszik, akkor haragszik. Akkor mindjárt meg itt mondjad, hogy melyét. Most nincs, itt vagyunk az ajtán, pedig meghalottam. Jó, na nekem még elhéjanzott. Elől, te vagy a bőle, hé? Elől. Milyen lámpagázat kaptam, nem tudok menni. Én ezt mi arra tudok. Hallod-e? Nekem úgy áll, hogy így legyen, mert nehogy megismerjen, mert baj lesz. A szemünk megvan, akkor csiptást béna van. Csak fogjuk. Na, ez ebben elég. No. Én ezt nem tudtam már, kéne menni csak. Hallod-e? Megint valami eszénbe jutott. Mi van itt? Vagy milyen? A kémén seprán élvünk, én mit mondjak a virágot, miért hozzuk át? Jó Istenem, miért tesz? Hallod-e? Megmondjuk, ahol még nem jártunk, illámből virágot viszünk. Miből? Illámből. Az ilyen szavakot le kellett érintani. Hát, nem volt idő, semmire kellett jönni, azt fogunk kérni. Ó, de nem olyan nász szó. Illám? Illám, én súgok hátul. Na, az ebben nekem elég. Menjél, na. Akkor kéne bémenni. Hát én bémenni. No. Aj, meg no. Mi van, no? Hát kell kopogtatni, kell abarolt a szépen. Kopogtatni? Figyelj ide, kopogtatsz? És azt, amikor bémenünk, jó át nem Isten áldja, mert sírjuk, hanem jó át egy kívánok, nem? Kívánok. 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 Igen, igen. Jó. Felásszom azt, ezek egy komán. Kopogtos. Hogy? De úgy se hallom én, hogy mit mondnak. Én hallgat. Mit mondott? Na, no, nem semmit nem hallottam én sem. Még egyszer. Hú. Mi játsz, mi játsz? Mi játsz, mi játsz? Jó estét! Kívánok! A Mári, te is itt vagy! Jó estét! Szaruszkó, már megyet lejöttem! Hát, hogy néz ki az ihattál? Hát, akkor nem bizony, mit keresnek itt? Komám, ho! Kérdj, hogy mit keresünk, te vagy a mester, szólj valami! Én, no. Mit szóljak? Nem erről volt szó! Menj, no! Lopcuk! Na! Jó estét, Verunk! Jó estét! Miért? Mondjad, nagy kémén! Kémén seprán vagyunk!
Úgy vagyunk kirándulva a hivatal. A hivatalból. Mi vagyunk Amalval ketten a kirándulva a hivatalból. Így Évalája. Évalája utalmaló alá... Én utalmaló aláin szoktuk seprálni, mert ugye sok a tüzelés, akkor a szikra nehogy baj csinál. Maguk nekem nagyon nyonusok. Érdekes, hogy a tavaly senki sajátott. Ez tavaly nem volt kémény. Tavaly nem jött senki, azt mondja. Az idén tőjött be nagy-nagy divat. Elég érdekes divat. Hogy létezik, hogy két ilyen öreg embert tudnak kormot cseprálni, azt nem értem. Mi? Fiatalt? Hát, fiatalok nyugdíjba mentek. Más különben maguk ilyen sötétben, hogy akarnak kormot cseprálni? Mikor az orruk egyik se látnak. Jaj, Veronika, mi a likad a sötétben is megkapjuk. Ne jogsz egy ilyen lukába, nincs a szandáruskod. Rá se, mondtam ugye, mondtam. Más különben, hogy már maga hozzám beenni? Én maga az beálltak, én maga nem vétettem. Tudja meg. Még hogy nem vétettem? Nem elég, hogy a nyáron minden nap mérgesített a hanáival? Folyton itt hagyjál a kapumára, csak azok mindig ide piszkítanak. Látod-e? Jaj, hogy csak fejér. Mondjon már, ront aztán minden. Ront aztán. Rá se ti az a mondjon. Nem, mondtam, ügye. Komor. Mi a? Ahogy lehet ilyen csinálni? Minden. Azt mondja, hogy a nyáron a tányáj oda a kapujáraiba piszkítottak, vagy mit mond? Nem is hallgassák a labda. Hát én mit csinálok? Hát át rajtom örökké a csordalbé, vagy jövőbé az utca közepén, mikor érünk ide a kapualájba, itt a halmér, flocs. Úgy varogszik azért, ja. Én nem vagyok hibás, Veronika, tudja meg. Nem, nem. Hogy csak a jövő nyáron a túlsó oldalon a tárhány. Túlsó oldalon. Elég állé vagy, mindenütt kivisál egy magadó. Hallgass. Na, Marika, maga honnan ismeri? Az ura. Jaj, minden elég ki, na. Szóval ez az a híres úrfi. Nem szegyeli magad, Marikat mennyit szítja? Szegény mennyit dolgozik, mennyi mindent leordott nekem ide mostanáj? És maga csak örökké szítja? Persze, ugye, csak az én tojásaim voltak. Megy egy gyúkos, tartson tojás. Nem mindjárt volt, legyél még nyugva. Nem. Komam, nem. Nem azért jöttünk, hogy itt veszekedjenek, nem egy okból, ilyen okból kifolyólag, na. Látod, már most csak fejérni. Látod, na de rontotok el mindent. Rontotok el mindent. Most mit tudtok csinálni és mondani? Virágot adunk el adni, vagy mit tudom én? Virágot? Virágot? Már mit mondjak el? Mondod, hogy... Most mit nagy csalba fogadja szeretettel? Milyen csalba? Nem csalba, nem nagy csalba fogadja szeretettel. Éppen ez szok. Rúfogok én. Nagy csalba fogadja szeretettel. Kérem magamnak, én nem vagyok nagy csalba. Azt mondja, nem az nem. Nem a dögöt, az. Akkor most mit tudom? Tudom én. Akkor tagasszat. Mondjad Veronika, Veronika fogad szeretettel. Veronika, fogadja szeretettel! Én nem vagyok Veronika, én Veronika vagyok! Megmondtam, hogy Veronikát mondja! Milyen te? Veronika! Mika! Veronika! Mika, és akkor a Veron elő kell! Hogy ne kéne, kuma? Csak azt mondom, hogy Mika Veron legyen! Na ez ebben nekem elég! Na, hogy mondjam akkor át? Akkor mondjad, hogy Veronika asszony fogadja szeretettel! Veronika asszony fogadja szeretettel! Kikérje magamnak, én nem vagyok asszonság! Hát akkor minek szólítsam a csalkos asszonyát? Kikérem magamnak, én még lány vagyok. A szép lény. Maga csak hallgass. Maga csak hallgass. Háj, meg komán! Hallod-e mit mond? Mit? Lea! Hát ott! Hát ha minden jól megy, én még egy idősen Leát kapok el! Elég elé vagy! Jó, jó van. Nem ilyen májas fájt. Mit csinálják most oda? Mondjad, hogy fogadja szeretettel, és gyújjad a kezébe. Fogadja szeretet már, gyúrjad a... Na! Azt a végét mondom. Köszönöm, nem magától elfogadom, de a cimbor ajatom nem. És elvette a virágot. Jó volt, hogy ezt egy fajtot, hogy virágot hozzunk. Állj meg, szeretem, mit csinál? Boncolja ki. Boncolja. Nem szegyelik magukat, két vén, 80 éves vén ember. Ide állítak egy üres papíros, azt mondjuk. Virágot hoztak, ha bolondnak néznek maguk engem! Lajcsa, meg Veronika, de maga ne! Ezt a virágot, de ilyen faja volt, ne! Ilyen fajas virág volt, ne! Aztán most már csupott, ne üzdöm belőle! De egy tetszett nálam virág, nincs! Virág? Maga, hogy fogtad? Hát hogy, a lefelé? Hát a kiási! Hát hogy fogtad? Miért nem fogod a virágot felfelé? A télben felfelé megfogy! Meg a... Itt es ilyen idő van, mint ott. Ó, menjál fejem, még es hidegálatban, komolyan, meg akartam menteni. Elég-elé mentettél, ne adod én már, csak... Ne be az ujjjel, tudtam, hogy megy, na most mit tudjak mondani, hogy arról kell beszélgetni. Hát akkor ezt kell foglalni, na, hogy mondod, hogy mi azért, olyan szándéka jöttünk ide, Veronika, foglal velé az egyvességetet, hogy... Na, állj meg, na már bolondítasz ezzel, én ketten azért jöttünk, na.
Én elmondanom, hogy milyen szándékból jöttünk. Hát én arra kíváncsi vagyok, mert hogy nem tudom sepránynak, az is biztos. Én egyrészből azért jöttünk, hogy én kövér egy esztándája, özvegy ember vagyok, egyedül maradtam. Bizó, a feleségem okrom, a társadalok a testvére. Most nekem feleségem. Jó, de nekem tud, hogy nekem faj az én. Őszinte részvétem mindkettőjüknek. Most miért szóltál bele? Jól belé voltam, jövő a beszédben. Hol hagytam annyiból? Kövér egy esztándája. Kövér egy esztándája. Gondoltam, hogy... Hogy társadalom. Társadalom. Maga én is maga, ha ketten összeszerelődhetnénk. Nem értem, hogy mit akar mondani, mert olyan érdekesen beszél, mit akarnak? Mit mondjak? Na, no. Tudod mit? Többet megállté. Mondd ki, mondjad, Veronika legyen a feleségem. Na, mi lesz? Veronika legyen a feleségem. Én a maga felesége? Úgy. Jó, hát én arra leked, mit csinál? Mit csinál? Megilletődött. Leült. Le. Hallod én? Én akkor, mikor a fehérné pillanatból, az erő lábából mérne. Jó, hát nézd. Hát jójál. Ha nem egy apuj. Nem kér, ma este behalasztadjon. Jövő héten komával egy este lejövünk, és akkor elér, hogy megadja a választ. Na. Most kezdjük nyavasat, amíg melek komam. Nem várunk mi a jövő héti. Én jövő héten aztán megint mi legyek? Adószedő vagy mi legyek? Én a ma este folyamán megadom maguknak a választ, hogy ne kelljen a jövő héten ezen a síkos úton lejöjjenek. Veronika, még egy figyelmet kérek, egy perc figyelmet. Mondja! Azt ne felállítsuk el. Na, én mondhatom ennyi tudát. Mondja! Komolyan, egy jó módú ember. 16 hektár földtel rá. 18-at kellett volna. 18, plusz a kaszahalók, 3 borúzó tahán, és egy bikatinó. Az is borúzó. Úgyhogy nem akar ki ezt mélyhez. Figyelj egy ide, engem sem a földféle, sem az állatféle egyáltalán nem érdekel. Amúgy a bikatinó nem borúzó, és arra kérem, hogy várjanak egy pillanatot, amíg visszajön. A főt, ha nem érdekli, de mit teszél én még? Azt maga ne búsulja. Álljon meg, Veronika, én is mondjak, mondani. Hajjék, komám írtó jó ember, nála jutóval én nem menjéhez a feleség. Marika, maga is megkapja a választ, csak arra kérem, hogy várjanak meg, amíg visszajövök. Pillanat és érkezek vissza. Hallod, de kiment, ha nem egyáltalán valamivel meg akar kénálni, valami kénáció lesz. Látta? Ne, ugye isztok? Iszunk, nem ittunk. A szájadról ezt teröl, nem a malléba, nem. Aj, békit, na koma, most mindenben nem kell úgy. Szívva, menj el. Milyen? Hey, kvátko, billács, mint kutya, mint az ej. Húzd meg, jól már, kipudj. Mit szólsz? Olyan, mint a szikra hely. Mik vannak? Ne, szivarasztok át! Komám, hagyd békit, na most! Milyen üvege? Minden vár, nem? Mi van? Mi az? Mi cseszek? Mi, mit tudok, hogy mi van? Milyen menet? Na, látod én? Valamit szóljak. Ne, milyen futárosok a hátodnál a hely. Üljünk bár! Üljünk bár! Na, ne, milyen menet! Ne, szóljak! Na, hé! Komám, jó hágyt apogatóztam el! Én hát szépen még nem ültem el. Látod-e, komám, a fos mit hozott? A fos mit hozott a fos? Én mikor megláttam a szerencsét. Hát én is elvántam, hogy ma szerint. Hát mit csinálsz? Mit tudom, miféle? Mit tűnt ez a rókafarok, vagy miféle szájom, amit... A komám, nem gondoltam, hogy egy nyári cseppázni. Gratulál! Köszönöm, komám! Hallod? Mi állszok itt? Úgy érzem magamot, mint ezelőtt 60 esztendővel az oltár előtt, komám. Hát nem egy csodálkozok, de jön a hári cseppánté. Hallod-e? Tudom, ha összeszerelődtök, te költözz ide. Itt olyan jó szokban nincs ganyészok, tényleg sehem. Azt értem, te. Egy lassuk, megadod-e, komám? Mikor én jövök ezzel a tartogatom, engem örökkel beüttes. Én kis hát tudok szállani. Hallod-e? Hova akarsz, oda ülsz, ma mellém álltál, koma. Hallod, de gyár meg lesz, azt is megkereszték. Azt hoztam még, meg beszéljük. Hát nem gondoltam, hogy még egyszer az életben megnősítlek is. Látod-e, koma? Látod-e, már így kell egy fejlődőre, ha azt kérdezzen. Nem mind náli. Te is hibás vagy az én. Persze. Persze. Hát, ahol nem tudom, ígyunk. Na, meg lesz most a válasz, hadd állj! Jövő! Szerelem, házasság! Itt van a válasz, ne csinálj! Itt van! 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 It